keresztények hiszünk abban, hogy Isten mindenhol jelen van, velünk van útjainkon is. Amikor utazunk haza a családhoz, vagy munkába igyekszünk, vagy épp kikapcsolódásból motorkerékpáron szerjük az utakat. Fontos az, hogy mindig igyekezzünk betartani a közlekedési szabályokat, vigyázzunk magunkra, figyeljünk másokra, hogy mindenki szerencsésen célba érjen. Szent Kristó, az utazók védőszentje, magas termetű, erős volt, és a leghatalmasabb úrnak szeretett volna szolgálni. A remete tanácsára egy folyón vitte át az utazókat, egyszer egy kisgyermek kérte, hogy vigye át. A szent felkapta és indult vele a folyóba, de egyre nehezebb lett a súlya. Végül a folyó túlpartján a gyermek megvallotta, hogy ő maga Krisztus, a leghatalmasabb úr, akinek szolgálni akar. Végül Kristó vértanú halállal fejezte be életét. Mi is, kedves testvérek, hordozzuk Isten szívünkben, útjainkon is, a másik emberrel való kapcsolatban is, a mindennapi életben. Nem feledkezve, hogy ő mindig mellettünk van. Kérjük most Isten áldását ezekre a motorkerékpárokra, és azokra is, akik rajtuk utazni fognak. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áld meg szent áldásoddal, és oltalmazd, gondviselő oltalmaddal minden veszélytől ezeket a motorkerékpárokat. És kegyesen őrizetükre szent angyalodat, és dicsőséges vértanúdnak, szent Krisztusnak közbenjárására, mindazoknak, akik ezeken utaznak, nyújt gondviselő oltalmadat minden veszéllyel szemben. Adj nekik mindenkor szerencsét megérkező, mutasd meg szolgáidnak a közösség útját. De nekem tovább kell menni Somodiba, mert következik az ünnepi szentmise és az úrnapi körmenet. Amíg élünk, meghalunk, mi egy vérből.